Néhány érdekes fotót szeretnék, meg néhány érdekes kérdést bemutatni azok számára, akik érdeklődnek a laposföld témával kapcsolatban. Én már arról letettem, hogy bárkit is meg akarjak győzni bármiről. Ez teljesen jelentéktelen, hogy ki mit gondol. Információ, akit érdekel, megnézi, elgondolkodik rajta, akit nem, az meg nem. Tényleg igazából számomra nincs jelentősége, én biztos vagyok benne, hogy hazudnak, mint ahogy minden másban. Az, hogy milyen módon vagy, hogy milyen bizonyítékokkal állnak elő, teljesen mindegy. A valóság, amit tapasztalunk, illetve maga a tény, hogy ez az elfogadott vélekedés, hogy a Föld egy gömb, mind azt bizonyítja, hogy ez egy hazugság. Nehéz lenne ennél szemléltetőbb képet találni arra, hogy csak mekkora hazugságról is van szó, hiszen amennyiben elhiszi valaki azt, hogy egy ilyen kép lehetséges a Földön, amikor az 1000 mérföld per órával pörög és száguld, és hozzá ragad a víz a gömbhöz, és ez lehetséges, akkor sok szerencsé. Nincsen egyetlen olyan fénykép sem, teljesen mindegy milyen magasról, bárhonnan is, ahol látszódna a görbület, azon fényképek kivételével, amelyek nem ugye valamiféle torzított lencsével készülnek. Azért, mert a horizont egyenes, ezért hívják horizontnak, ahogy az nagyon nagyszerűen be van mutatva ezen a képen is. Ez a kép Los Angelesben készült, és a Pontchartrain tó, ha jól látom, azon keresztül van egy út. Ez 23,8 vagy 23,9 mérföld hosszú, 24 mérföld hosszú durván. Ez a fénykép ugye Los Angelesben készült a Pontchartrain tavon keresztül, ha jól ejtettem ki, nem vagyok benne biztos, de mindegy is, mint egy 24 mérföld hosszú ez az út keresztül a tavon, 380 láb, 380 láb a görbület, ami hiányzik, és ez ugye 120 méter, 117 méternek kellene lenni egyik pontjától a másik, ha elfogadjuk azt ugye, hogy a tónak nyilván a felszínén nincsen magasságkülönbség, nem lehet, hiszen lefolyna. Mármint persze a gömbön ez más, ugye, mert a víz hozzáragad a gömbhöz, de akkor is 117 méter görbület hiányzik. Erről is volt már szó korábban, ez ugye 38 ezer láb magasan van körülbelül, és maga a hotspot, ugye ez a pont, ahol a nap visszatükröződik, ez nem jöhetne létre, amennyiben a nap 93 millió mérföldre lenne, hiszen a fény sokkal egyenletesebben érkezne a felszínre. Ez azt jelenti, illetve azt mutatja, hogy maga a fényforrás sokkal közelebb van, mint ahogy azt nekünk mondják, és természetesen sokkal kisebb. Ezt már meg sem próbálom kiejteni, ezt az egész dolgot, ez ugye Kínában található 102,4 mérföld hosszú maga a híd, és ami azt jelenti ugye, hogy ha azt vesszük 102, legyen 103 mérföld, az azt jelenti, hogy az egyik végétől a másikig több mint 2 kilométer görbületnek kellene lenni, gyakorlatilag le lehetne gurulni az egyik végéről a másikba, illetve hát a közepétől mindenképpen. Ezen mindenki elgondolkodhat. Szuezi csatorna, ugye a Vörös-tengeren át 100 mérföld hosszú, tökéletesen lapos, aki utána akar nézni rajta. Érdekes ez ugye a nagy tavak Amerikában, ez 2000 mérföld egyik végétől a másikig, ez mintegy 840 ezer méter, 840 kilométer görbület.
ezen a 2000 mérföldön keresztül. Ez a dél-afrikai világító torony 33 láb magas, 238 láb magasan van a tengerszint fölött, 50 mérföldről látszik. Úgyhogy amennyiben a Föld egy gömb, 81 méter magasan lenne a tetőpontja, vagyis maga a fény, ugye 33 láb, 238 láb, az 81 méter lesz. Ugye 50 kilométer, 50 mérföldről látszik, az 80 kilométer, ami azt jelenti, hogy 32 kilométerről már nem látszódhatna, 182 méterrel lenne a maga a horizont alatt. Ez mindig vicces, de hát igazából szomorú is egyben, hogy ha valaki azt mondja, hogy a Föld lapos és mozdulatlan, mint ahogy azt mindannyian érezzük és tapasztaljuk, akkor az őrült. Azonban ha valaki azt gondolja, hogy az emberek fejjel lefele meg oldalt állnak, a hajók meg oldalt úsznak fölfelé a vizen, akkor az a valóság, és az teljesen elfogadható. Tisztában vagyok vele, hogy mindent meg lehet magyarázni, és nagyszerű, azonban azok, akik gondolkodni szeretnének egy kicsit, azok számára itt egy érdekes kép. Bármilyen más esetben elfogadnák azt, hogy a fényforrás ott található, ahol a sugarak összeérnek. Azonban nyilván a nap 93 millió mérföldre van, tehát ez nem lehetséges. Ez egy érdekesség azzal kapcsolatban, hogy ugye a állítólag a műholdak, a nemzetközi űrállomás és a különböző űrjárművek, azok a termoszférában vannak, ahol kb. 2000 Celsius fok a hőmérséklet, és ez pedig az olvadási hőmérséklet a titániumnak, alumíniumnak és az aranynak, ugye 1600, 600 és 1064 Celsius fok, úgyhogy ez egy újabb érdekesség azok számára, akik gondolkodnak. Ez egy újabb érdekes kérdés, erről is szó volt már néhány videóban. Amennyiben 93 millió mérföldre lenne a nap, akkor az lehetetlen lenne, hogy egy pontban tűnjön el, hiszen sokkal távolabb lenne, sokkal nagyobb a sugarak gyakorlatilag merőlegesen érnék el a Földet, és egyszerűen csak eltűnne a horizont alatt, vagy mögött, vagy fölött. De nem ez a helyzet, hiszen nem olyan messze van, és nem olyan nagy. Egy újabb érdekes kérdés, hogyha a rakéták ugye a levegőt mozgatják visszafelé, és így tolják a repülőt előre, akkor vajon hogyan működnek az űrben? Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, aki még nem látott ilyen felvételeket, ez ugye a röppájája egy-egy rakétának, amit kilőttek, pontosan azért, mert oda megy, ahova való, az pedig a tenger, ezért található az összes kilövő állomás a tengeren vagy annak közelében, hiszen egyből megy oda belefelé. Kérdés követ, hogy lehetséges az, hogy az űrben vákum található, és a légkörrel találkozik a vákum? Akkor az hogy van? Hogyan lehetséges az, hogy egyik ponton vákum van, a másikon nincs? Programozás soha nem áll meg. Évtizedeken keresztül ugyanaz a program. Ez ugye a Halley üstökös, aminek látszik a csóvája nagyszerűen. A Halley üstökös 157 ezer mérföld per órával utazik, a nap 67 ezer mérföld per órával utazik, és nincsen semmiféle csóva mögötte. És én pontosan tudom, hogy nem egyszerű kijönni a programból és elfelejteni mindazt, amit tanultunk, azonban ez szükséges ahhoz, hogy megtaláljuk az igazságot elő vagy utóbb. Érdekes az, hogy azt pontosan tudjuk, hogy mi itt vagyunk. Most az, hogy honnan, vagy ki készítette ezt a képet, az egy nagyszerű kérdés. Vagy ezt a képet, vagy ezt. Akár ezt. Az igazság azonban sajnos ez.
Még egy rövid ideig lehetőségünk van arra, hogy kinyomozzuk és kikutassuk magunknak az igazságot. Mindenki eljusson addig, hogy megértse azt, hogy a beszélő majom a gömbön, amelyhez hozzáragadt a víz, kering és repül és pörög-forog a semmiben, a semmiből jött és a semmibe tart, és semmi értelme nincs az egész létének. Mese az valójában csak az. Egy mese, egy kitaláció, és a célja az, hogy az emberiséggel elhitesse azt, hogy egy jelentéktelen és értéktelen állat. És az igazság, mint mindig, nem is lehetne távolabb ettől a hazugságtól. Mindenkinek a legjobbakat és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!